Na itt vagyunk újra a Crash Back in Time-ba, és betöltöttem újabb 5 pályát, amit Amy küldött, ebben a sorrendben mondta, hogy akkor így játszom végig. Szóval kezdjük az első pályával, ami a trailer nevet kapta. Nézzük akkor, milyen ez az előzetes, itt Cocoa-val érkeztem, mert volt egy olyan pálya is, hogy Cocoa Trial, szóval itt 22 doboz van, úgyhogy törjük akkor össze mind a 22-t, ez egy jó kis előzetesnek hangzik nekem, így kell ezt elkezdeni szerintem, habár ott még lesznek azért ellenfelek, azt mondja, itt lehajolok, jó, aztán az túlcsúszás volt, azt mondom, hogy szép lassan átugrok akkor, és utána megijed, aztán már ráugorhatok, így is, és annyi neki. Ezek az ellenfelek olyanok, hogy el kell őket csúszni, jó, és aztán pedig itt, de hol lesz a pálya vége, mert megvan mindegyik doboz, mármint tudom, hogy 3 még hiányzik, de az a 3 nitros, amit gondolom a nitro detonát, ez itt nincs is befejezése a pályának. Ez most jó, én azt mondom, hogy ez rendben van. Azt mondom, hogy ott hiányzott egy befejező, és akkor menjünk azt, hogy egy előzetes volt, az csak egy előzetes. Ez a második előzetes 124 pálya, vagy 124 dobozzal. Oké, okay, kristály és a citromsárga drágakő is ott van. Jó, hát akkor ez is egy előzetes, ahol csak össze kell törnünk nekünk mindent, és ott van, na legalább itt van pálya befejezése. Jó, ez rendben, teljes mértékben teljesítettük a nagy törögetést. Harmadik pálya a Leroker Make Fixed, ez a javított Leroker Big dolog. 1071 dobozzal kell nekünk végig szambáznunk, akkor lássuk, hogy ez milyen lesz. Azt mondja, ott törő robbantó, itt egy robbantó, rendben, aztán lesz itt még ez is robbant, mondjuk itt mindent összetörhetek, azok pedig felvisznek majd. Igazából teljesen felvisz, nézzük, így van, akumaszk, sőt, mert ez lehet, hogy ez túl sok lesz, hogyha így, jó, uka, az lehet, hogy segít, már az egy dupla ugrás, ugyebár, ezzel így akkor lehet még egyet ugorni, jó, mondjuk ezt törjük össze, azok sem kellenek, TNT-s patogó, TNT-s ellenfelek, jó van, akkor most már ellegyik őt is. Így pedig megint a doboz összetörések, jó. Aztán lesz még itt valamennyi, szerintem így kell, hogy jobbra megyünk, balra, tehát így szerintem így lesz felépítve az egész pálya, de majd meglátjuk, ha sikerül-e akkor az összes dobozt megszerezni. Ott felvisz mondjuk a TNT-k összetöréség, illetve ott van egy akumaszk, akkor azt felvesszük. Így, még menjünk tovább, és akkor itt vissza. Jó, ott akkor gondolom csak annyi szerepelt, azaz. Hát az ott végig szuró, az ott végig összetörnének. Mehetünk föl, ez a lassú. Na, ja, akkor szerintem, hogy így át lehet ugorni. Ezeken gyorsítani kell, ezeken mindenképpen gyorsítani kell, hogyha jövőben is csinál bárki pályát, akkor ezt gyorsabban kell, hogy például így, ilyen sebesség, így ez halad. Mondjuk attól függ, milyen messzire, tehát igazából az a lényeg, hogy milyen messzire visz, mert akkor mehetünk lassabban, hogyha mondjuk közelre visz, de ha messzire visz, akkor ilyen sebesség így mehet, így akkor azért történik valami. Jó, azt mondja, itt most jobbra, vagy pedig még tovább fölfelé. Én azt mondom, hogy nézzük, átlósan visz föl, és majdnem össze is tört. Oké, érdekes hány helyszín. Egy a vumpából, jövőbe, ha a vumpából kirakod a nyilat, hogy merre menjek, akkor az elég nekem. Tehát, hogy ne maradjon ki semmi. Jó, de akkor itt ez zsákutcának tűnik nekem, úgyhogy ez is rendben. Oké, és vagy hogyha olyan puzzle pályát akarsz, akkor nyilván nem muszáj kirakni bumpából, hogy merre menjek, de azért jól esik, hogyha tudom, hogy mi a... merre van a cél. Tehát itt most így végig ugrálgatok, de nem vagyok benne biztos, hogy itt jobbra lesz majd a pálya befejezés, vagy pedig nem. Hoppá, gyerünk, az kemény volt.
Az kemény, kemény hangzás volt ott. Itt párosával el tudom törgedni. Látod, most maradjak itt fent, vagy odalent törögessek még dolgokat. Az még kérdés, de legalább az ellenfeleket legyőzzük. Itt ebbe az irányba. Szerintem ugyanoda jövök, csak fent vagyok, és ez még fentebb visz. Jó. Megpróbálom mindent összeszedni. Hát van itt bőven 1074 doboz, és a zsák utca itt van, jó, hogy jobbra fele, vagyis balra fele kell ez menni. Itt jobbra itt végig haladtam. Ami a fenti utat illeti, akkor még itt lentebb esek a checkponthoz. Még egy checkpont. Azok a checkpontok is el voltak helyezve érdekes módon. Jó, ide megint, de akkor már ezeket összetöröm. Jó, megvan a kristály. Az a checkpont a visszafelé úton, ha bár lehet, hogy a pálya vége meg itt lesz, az is lehet. Minden esetre azt a checkpontot ott hagytuk, és majd megnézzük, hogy hogyan lesz a pálya vége, az erre lesz, vagy pedig nem erre. Jó, lehet itt lesz a pálya vége, általában jobbra teszik mindig. Hát ott fölfelé, ott azt kihagytam, nem baj? Ha kihagytam, akkor kihagytam. Ez itt elvisz minket szerintem végig. És erre mit? Ez is semmi, igaz? Teljes üresség. Ez hát akkor ide tettek egy ilyen... azt hittem beragadok. Jó, nem ragadtam be. Ott megy egy bónusz, de szerintem itt a fő cél az az, hogy dobozokon menjünk. Ahogy a dobozok alatt van az a platform, az nagyon jó mondjuk. Az nagyon jó. Hiszen... hogyha mondjuk vissza akarok jönni, akkor ott vannak azok a platformok. Tehát, hogy most összetörtem a doboz, semmi baj. Itt ezzel így vissza tudok jönni. Csak most már akkor a bónuszt meg kell várni, hogy visszaérjen, nem? Tehát, hogy én most akkor innen balról, hogy megyek el teljesen jobbra, mert már... hát szerintem az elment. Ha csak nem tudok az egyik platformról... látod, mert ott... odáig nem tudok felugorni. Úgyhogy ez... oda nem tudok felugorni szerintem. Nem, az nem lehet, újra kell így éledni. Ha csak nem így a dobozról az újraéledés után, de szerintem úgy sem tudok. Ja, úgy tűnik itt kettő van, csak szerintem az ilyennél azt kell beállítani, hogy oda-vissza mozogjon magától. Mondjuk az akkor úgy segíthet. Nem baj. Hát ezt, ezeket a dolgokat meg kell tanulni, hát ezt én se gondoltam volna úgy előre. De az UKA maszk az már nem ment meg, úgyhogy annál a dupla ugrás kell lesz. A lövés! Tehát jövök, őt elpörgöm, várok egy lövésre, átugrom, ide okay, pörgés. Itt robbantok a nitróval, de pont úgy robban, hogy nekem annyi. Hát akkor vagy ki kell hagyni a nitrókat, vagy duplán ugorni, amikor... nem, az ki kell, az túl közel van ahhoz, hogy azt lehetséges legyen beaktiválni szerintem. Úgyhogy azt mondom, hogy ez így fejeződött be. Ott nyilván még kimaradt, hogy volt egy olyan út szakasz, ami balra felé vitt, az akkor kimaradt, nem baj. Megyünk a 4-es, a Necropolis Temples. Na lássuk milyen templom, vagy mi? Ja, lássuk milyen templomok lesznek itt nekünk. Ez volt egy ezre... orra? A jár... hoppa. Bug, vagy... 11.606. A gépem szakadozik összefelé. Hát ez túl sok doboz. Ennyi doboz nem lehet betölteni a jár... vagy... ennek annyi. Várjál? Hogy van ez? Ne, tönkre vagyok! Hát ezt nem tudom megcsinálni, ez túl sok doboz. Jó, egyezünk meg, maximum 999 doboz legyen, mert ezt nem lehet megcsinálni. Ki se tudok lépni a játékból. Vagy várjál. Ki se lehet lépni. Nézzük meg az ötös, remélem ez az ötös, ez jó lesz, Trial of Coco. Remélem ez nem olyan sok dobozból áll, egy 999 doboz. Ez még nagyjából, ezt is szaggatva, 5000 doboz. Ezt is szaggatva bírja, nem bírja, nem tudom, hogy... várjál, és ha összetöröm a dobozokat, nagyon küzd, nagy küzdés van, hogy ez bírja. Ez a hatalmas, túl nagy pályák ezek, ezt nem hiszem, hogy... hogy lehet így ezt teljesíteni, ez nagyon-nagyon... még időpróba, minden... Nem, ez... szerintem nem is érzékel semmit a játék, csak megyek. Ez meg se lehet hibázni, de lehet hibázni. Jó.
ez túl sok, ezt nem bírja a gép.